természetes szépség nem létezik. Ezzel a szlogennel és a könnyed, pozitív életfelfogásával tartja meg törzsvendégeit régóta Truvi, akihez nem csak a volt polgármester özvegye, vagy a morcos kutyás szomszéd jár. És a ruhák? Milyen színekben leszel? Halványpirosban és halványbíborban. A vidám Shelby az esküvőjére készül. Édesanyja a szalon állandó vendége, így most ő is belecsöppen a társaságba. Mindenki azért jár a Truvinak a szalonjába, mert itt jobban érezheti magát, és a magány azért végigvonul a történeten, ahogy a nők csacsognak, de hát valójában nem csacsognak, hanem a számukra legfontosabb dolgokról beszélnek ilyenkor kendőzetlenül, férfiak nélkül, férfiakról. Mindenhonnan titkok és tragédiák tűnnek elő, miközben tipikus jellemek bontakoznak ki. Így áll szívem, ez jót tesz! A filmként is sikert aratott történet nem csupán szórakoztat. Én például, hogyha jól megy, akkor megkönnyezem. Vagy a nevetés miatt, vagy egyszerűen azért, mert úgy hat rám, pedig már 5 hete nézem, és betéve ismerem, de amikor a szemem láttára történik, akkor annyira magával ragad, mert mindannyiunk életében, mindannyiunk családjában történtek olyan események, születés, halál, esküvő, temetés, ami miatt megérint, mert valódi emberekről szól. Ezek a gyengének látszó nők folyton marják és ugratják egymást, de valójában erősek és a bajban összetartanak. A darabot pénteken este mutatják be a Márkus Emília teremben.